Karácsonyi ajándékkal lepte meg a megyei kormány megbízott a karcagi mentősöket. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai minden évben jótékonykodnak advent kapcsán, idén a rászoruló megyei családok számára gyűjtöttek, és átadott adományok mellett a befolyt hivatali dolgozói pénzadományokból egy ózongenerátort vásároltak és adtak át a karcagi mentőállomás dolgozóinak. Az ajándékot dr. Berkó Attila kormány megbízott és Hodos Julianna, a karcagi járási hivatal vezető adta át Jenei Zoltánnak, a mentőállomás vezetőjének. A mai napon egy ózongenerátort hoztunk a mentőállomás dolgozóinak, amely azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban ez nagy segítség lesz abban, hogy minél jobban tudja végezni mentőállomás minden dolgozója a pandémia időszak alatti védekezés. Nyilván eddig is folyt, de nyilván fokozatosan próbálunk ezen segíteni, javítani. Ez az adomány, ez a kormányhivatali dolgozók adományaiból jött össze, hiszen évek óta már érünk ezzel a nemes gesztussal, hogy így év végén gyűjtünk, és természetesen a tartós élelmiszerek mellett pénzadomány is lehetőség áll, és olyan szép mennyiségű pénzadomány jött össze az adakozók jó szándékából, akaratából adódóan, hogy most már évek óta visszamenőre tudunk vásárolni valamilyen olyan használati eszközt, amely bizonyos szervezetek számára hasznos, és így esett választás a karcagi mentőállomásra és erre az ózongenerátorra. Kiemelten kezeljük a mentőállomásokat, tehát az elmúlt évben Szolnok vonatkozásában adtunk át egy bútor beszerzéshez használatos vásárlási utalványt, tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nem a pandémia választotta ki velünk a mentőszolgálatoknak a működését, hiszen ők évek óta megfeszített munkát végeznek, évtizedek óta, hogy így mondjam. De hát ebben az évben pedig kiemelten jelentősen kell figyelnünk rájuk, hiszen nagyon sokunk élete és egészsége múlik rajtuk. A karcagi mentősök munkájáért F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője is köszönetet mondott.